Kedden rendezték meg a jövőre megszűnő Ligakupa első elődöntő visszavágóját, amelyen az MTK 3-1-es hátrányból fogadta a Debrecent. Cseke kifejeli a labdát, Szécsi, hoppá, furcsán falsot kapott erre, nem nagyon számított itt Kuti. Kitűnő indítás volt viszont, Kulcsár, Ludánszki, és vezet a Debrecen, és ezzel eldől a kérdés, a Debrecen lesz a Ligakupa döntőjében. Erről az ágról, erről a mérkőzésről. Ez itt egy nagyon jó bemozgás volt, Kulcsár, ő csereként jött be, és nem tudták eltolni, elnyomni Ludánszkit. Ott volt Vas, kicsit későn ér oda. És Hegedűs sok brabult mutatott a mérkőzésen, ezt nem lehetett védeni. Berdó még tovább teszi oldalra, nem vállalt el a lövést. Vas fejeli föl. Szakály. Még mindig Szakály, és még mindig Szakály. És ott az újabb gól. Kulcsár a szerzője, 2-0. Itt indul be Szakály, nem lehetett megállítani. Hát úgy nézett ki, hogy az utolsó csel nem jön be, és az nem is jött be, tulajdonképpen, mert Vas megakadályozta abban, hogy elhúzza mellette a labdát, de ezzel a mozdulattal adott viszont egy gólpaszt Kulcsárnak.